Na, mielőtt hagynánk egy kicsit pihenni a Doom fickót és a pokol minden démonát, lássuk az Ultimate Doom 5. legutolsó videóját. Már csak a 4. epizód főellensége maradt hátra. Az első epizód végén semmi nem volt, a második végén volt a Cyber Demon, a harmadik végén a Spider Mastermind, a Pogue Demon, és... most itt is egy Pogue Demon van? Ez a főellen... Tényleg ez? Van még egy Pogue Demon. Hú, és ráadásul van jó nagy kísérete is, látjátok, vannak itt gömbdémonok, pokolbárói, még ilyen katonák is, na. Itt az a taktika, fiúk, egyszer nem kell rálőni a pókdémonra, jaj, szétszednek. Tehát egyszer nem kell rálőni, szépen hagyni kell, hogy egymás között elindulják. Összeugrasztok itt mindenkit. Mondni. Mindenki a Pogue Demon ellen. Hát így nem sok esélye lesz, na, de meglátjuk. Szépen összeuszítom mindegyiket. Rá a pokolbárót a Pogue Demonra, azaz te is. Mivel ennek is golyószólója van, éppen ezért rohadt egyszerű a dolgom. Összesen arra kellett vigyáznom, hogy ne nagyon találjanak el. Na. Látjátok? Meg se kell mozdulnom. Na, húzzatok el innen! Gyönyörködök itt az előadásba. Ott marcangolják a pokolvárói a félelmetes fókszörnyeteget, és az meg csak topizik egyfélbe. Nézzétek meg, akkora drabál állat, hogy meg se tud fordulni. Na ennyi volt. Leszámoltunk az újabb Pogue Demonnal is, és akkor... Ez itt az epizód vége, abban a lyukba kell beleugrani, de hát először tisztogassuk a terepet, ugye. Na, tehát ez a 4. epizód vége. Be kell ugrani ebbe a lyukba. Hajrá! Hát lássuk, mivel végződik a 4. epizód. Hát a Pogue Demon bizonyára előre küldte a légióit, mielőtt leszámoltam vele. Jaj, hát igen. Hát, szerencsésen elintéztem a Pogue Demont, úgy, ahogy egy igazi hős cselekedne, amikor valami nagyon gonoszszal kerül szemben. Emellett valaki fizetni fog azért, ami a kis kedvenc nyuszimmal történt. Ó, Doom fickónak nyuszia is van? Ezek szerint akkor őt tölték meg a 3. epizód végén. Oké. De most... Azt látod, hogy a Földön mindenhol démonok és szörnyetegek rohangálnak. Következő állomás. Pokol a Földön. Hát, és a végén kapunk még egy ilyen egész jól sikerült képet a Doom fickóról. Igen, na most már tényleg a Földön vagyok. Ez ugyanaz a kép, ami a 3. epizód végén volt. Ott van az a lángoló város, ami ugye a Földből egy így kinőtt. Nézzétek meg. És akkor ott van a... Az egyik kezemben a puska, a másikban meg a nyuszi feje. Nézzétek meg, a puskának nincs is tusa. Nem volt ez olyan rossz ez a 4. epizód itt szerintem. Egész jó, ez a kép is jó, így a Doom fickóról. Legalább látjuk, hogy néz ki páncél nélkül. Na. Ezen kívül mi az, amiben még eltér az Ultimate Doom a sima 3 epizódostól? Nem tudom, feltűnt-e nektek, itt a legelső pályán is van egy aprócska kis változtatás, ami az eredeti Doomban nincs benne. Bizony, első epizód első pályája a hangár, ami nem annyira hangár. Szépen lelőjük ezeket a zombikat. Na, és nézzük, mi az a változtatás. Ó, hát ez a gomb, ez nem volt itt korábban. Nézzük, mit nyit ki. Á, itt van egy másik útvonal, ki az udvarra. Aztán, hogyha itt kijövök, akkor hirtelen a számítógépteremnek a fala így felnyílik. Na, ezt jól kitalálták. Összességében, mivel csak ennyire nyúltak hozzá az eredeti pályákhoz, ez az egyetlen változtatás, de kedves volt azért, hogy gondoltak rá. Lett volna azért még mit kijavítani. A 4. epizód utolsó pályáján például a falit szépen elnyeli a rakétáimat, nem tudom, hogy csinálja. Ezen kívül figyeljtek meg, hogy amikor meghalok, még azután is tudok nyögni.
Hallottátok, megöltem magam, és még döglötten is nyögtem egyet. Hogy csinálom én ezt? Jó, ezen kívül a sugárzás álló vegyvédelmi ruhával is vannak gondok. Nem mindig, de előfordul, hogy hiába van rajtam vegyvédelmi öltözék, akkor is megsérülök a nyákába. Mindenkit megöltem a pályán, tényleg senki nincs, és nézzétek meg, így a semmitől megsebesülök. Nagyon cuki dolog a selejtes vegyvédelmi ruha. Főleg 10% életerővel. Kipróbálok még valamit. Emlékeztek még az első epizód végére? Ahol bekerülök egy halálszobába és megöl? Na, ezzel ér véget. Mi lenne, hogyha beütném az örök életkultot és úgy mennék oda, és akkor mindenkit megölök? Hát eszem megáll, így is sérülök. Meghaltam. Hát itt nincs mese, akkor valami keményebb kell. Sebezhetetlenség! Na, így már mindjárt más. Na, most legyen nagy a pofátok, démon. Gyertek csak. Rakéta kilövőbe. Na most aztán megkapjátok. Na, jó van, kinyírtam mindenkit. És itt ilyen láthatatlan falak vannak, nem tudok semmerre sem menni. Na, akkor megint csalunk, falon átmenés. Kíváncsi vagyok, hogy miféle szoba ez. Tök sötét. Mindjárt belövöm itt a világítást. Na, infraszemüveg, azaz. Ez egy teljesen NATO szoba, és így a semmitől sebesülök. És... megint meghaltam. Na, jól van, hát... nem tudom, hogy miért volt ez jobb, mint a Wolfenstein 3D-s pálya vége megoldás, de mindegy. Mi a következő, amit látni szeretnétek? Mit szólnátok egy jó kis Doom rajongói történethez egyenesen az internetről, John Stalvern waited. The lights above him blinked and sparked out of the air. There were demons in the base. He didn't see them, but had expected them now for years. His warnings to Colonel Joson were not listened to. Now it was too late. Far too late for now, anyway. John was a space marine for 14 years. When he was young, he watched the spaceships and he said to Dad, I want to be on the ships, Daddy! And Dad said, No! You will be killed by demons! There was a time when he believed him. And then as he got older, he stopped. But now in the space station base of the UAC, he knew there were demons. This is Joson. The radio crackered. You must fight the demons. So John got at his plasma rifle and blew up the wall. You're going to kill us, said the demons. I will shoot, said the cyber demon, and he fired the rocket missiles. John plasmaid after him and tried to blow him up. But the new ceiling fell and they were trapped and not able to kill. No! I must kill the demons! He shouted. The radio said, No, John. You are the demons. And then John was a zombie. Hát, skaszok, ezen akkorákat röhögtem, ezt vétek lett volna kihagyni a bemutatóból. Ezen kívül megemlíteném nektek, hogy a Doom-nak van egy hivatalos súgója, egy többoldalas szövegfájl, ahol minden le van írva. A különböző kiegészítések a játékhoz, a kódok, a titkos helyek, minden, amit el tudtok képzelni, és még itt is vannak poénok. Ennek szintén van egy magyar megfelelője, amit itt most el is olvashattok, ha megállítjátok a videót. Ebben jóformán csak poénok vannak, ilyen jó kis dúmos történetkék, és más rajongói utólagos beletoldások, amikkel jókat lehet röhögni. Szóval tényleg bazi nagy kultusza lett a dúmnak. És ahogy várni lehetett bizony, előbb-utóbb lett egy olyan fajankó, aki ezt a játékot fikázta le. Nem más, mint a híres nevezetes Ratyi Dániel, a videósorozatom kabalája. Nézzük is meg, hogy mit gányolt össze. Hát, Doom 1, 94-es játék, hát nem lehet rá haragulni, de lehet ilyen azon az ellenség, nézd, mekkora puskájuk van. És mi nem hal meg, pisztoly, töltény.
Uii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 i
szörny. Jaj. És ezek ilyen ondót lövelnek, nézd meg. Jól van, na, emberek! Higgadságot kérek! Csak azért, mert bemutattam egy szarjankót, aki teljesen utánzási célra leúcsárol egy kiváló játékot, még nem kell leharapni a fejem, inkább az övét. És most nézzük az értékelést. Az Ultimate Doom abban az időben készült már, amikor a számítógépek lehetőségei jóval tágabbak voltak, éppen ezért nem is fordultak elő ilyen technikai hibák, hogy kevés a memória, és a hangkártyát is egész tisztességesen kezelte ekkoriban már a Doom, ami a legelső kiadásánál nem mondható el. Ennek ellenére nem volt túlságosan sok szemet gyönyörködtető dolog ebben a negyedik epizódban. Úgy értem, az előző három részhez képest meglehetősen minimális mennyiségű újítást tartalmaz. Kicsit az érzése az embernek, mint amit már elmondtam a Final Doom-nál, hogy nem fordítottak rá kellő figyelmet. Hát hiányoltam volna például új ellenfeleket, fegyvereket, hiszen az Ultimate Doom kiadás az már a Doom 2 után készült el, szóval erre mind meglettek volna a lehetőségek. Nem tudom, hogy miért hagyták ki belőle, sokkal jobb lett volna. Nem azt mondom, így is nagyon jó, de valahogyan hiányérzetem volt úgy játék közben. Nos, hát az első pályákon remek 200-as vérnyomást produkáltam, úgyhogy szívbetegeknek és várandós anyáknak nem ajánlom az Ultimate Doom-ot. De tényleg, komolyan mondom, az első pályán egy darab elsősegély csomag nincs, és egészen a harmadik pályáig bődületesen nehezek ezek az első szintek. Aránytalanul nehezek, és ez bizony elverti jó pár régi Doom rajongó kedvét is, mármint azokét, akik nem ilyen elkötelezettek, mint én. A többi pálya viszont, mint mondtam, már rendben van. A titkos pálya itt sem volt olyan különösen extra, körülbelül, mint a Doom első epizódjának a titkos pályája, tehát úgy éreztem, hogy ez is ilyen muszáj adalék, tehát ha már mindenképpen titkos pályát kell csinálni, akkor összedobtak valamit. Oké, lehet holdócskázni, de ezt leszámítva semmi különlegeset nem tudok kiemelni így a negyedik epizód titkos pályájával kapcsolatban. De úgy összességében véve nincs benne túl sok újítás, ennek ellenére megmaradt végig a kellő izgalom, különösen az első néhány pályán, ugye? Tehát megvan a játékban a kellő izgalom, nagyon hatásvadász, és hát legalább megvan az összekötetés a Doom és a Doom 2 között, szóval mindenképpen jó a játékélmény. Hát új grafikát itt sem nagyon látni, de legalább a meglévők rendben vannak, ez már jó dolog, hát játéknál ennek is örülni kell, ugye? Szóval grafikailag nincs semmi baj az Ultimate Doom-mal. Hiányoltam volna mondjuk azokat az új szörnyeket, de ezt leszámítva is jó a grafika. Ugyanez a véleményem a hangról és a zenéről, mint a Final Doom-nál, hogy azért egy pár új zene el kellett volna, nem ugyanazokat felhasználni újra meg újra, de mivel az eredeti zenék nagyon jók, éppen ezért erre is meg tudom adni a jót. Az egyetlen dolog, ami változatlan, az az irányítás, mert itt is kapunk gombleírást, könnyű kezelni a karaktert, jól lehet futni is, úgyhogy ez megmaradt kiválónak. Összességében azt tudom mondani, hogy az Ultimate Doom az egész jó befejezés. Befejezés? Mondjuk úgy, hogy átmenet az első Doom és a Doom 2 között. Itt nem lehető fel az a hiba, hogy elkezd amortizálódni a játék, itt teljesen ok nélkül. Szóval egész jó kis hozzáfűzés. Sokkal jobb, mint a Final Doom, már csak azért is, mert ez hivatalos kiegészítő, az id Software készítette, nem holmilyen bot csinálta zsebprogramozók, akik játékmestereknek hiszik magukat, de szerencsére nem azok. Összességében véve azt tudom mondani, hogy az Ultimate Doom jól sikerült játék, mármint ugye a negyedik epizód, és külön tetszett benne, hogy a meglévő első epizód első pályájába is beletoldottak egy kis extrát, úgyhogy nem tudok rosszat mondani, maximum annyit, amennyit már elmondtam. Ezen felül azonban az Ultimate Doom igen jól teljesített. Az elején elég nehéz boldogulni vele, de legalább nem végigcsinálhatatlan, mert bizony olyan játék is van. Úgy érzem, méltó kiegészítés egy ilyen világhírű játéknak.